Meglehetősen ritka a magyar kosárlabdában, hogy egy csapat már június végére tudja, hogy ki kell vág neki a következő szezonnak. A Nyíregyháza Blue Sharks NB1B-s együttesénél minimális volt a játékos mozgás, így a csütörtöki sajtótájékoztatón már szinte a végleges keretet ismertette Sitko Ernő szakmai igazgató. Két kosaras, az amerikai Emani Gent és a Debrecenbe igazoló Fazekas Csaba neve szerepel a távozók oldalán, az érkezési oldalon pedig a legutóbb Zalaegerszegen szereplő Singer Zoltán neve említhető. Talán egy picit meglepő az, hogy ilyenkor már kialakul a keretünk, de igazából ez azért alakulhatott így, mert a tavalyi keretet együtt tudjuk tartani, és az is volt a fő célunk, hogy ha már tavaly elindultunk egy úton, akkor azok a játékosok nagy részt itt maradjanak, akik ebben részt vettek, és nagyon örülünk annak, hogy ehhez a kerethez olyan játékos tud csatlakozni, aki Nyíregyházán lett valamikor U18-as bajnok, majd elment A csoportba, és most visszatér hozzánk. Bízom benne, hogy jól fogja itt érezni magát, ugye Cinger Zoltánról van szó, aki a Zalaegerszegben töltötte az előző bajnokságot. Remélem, hogy jól fogja itt érezni magát, és fogja tudni segíteni a játékával a csapatunkat ahhoz, hogy elérjük azokat az eredményeket, amiket mi kitűzünk magunk elé. A 23 éves, 215 cm magas center két év paksi és négy év zalaegerszegi szereplés után tért vissza Nyíregyházára. Nagyon remélem elsősorban, hogy a korábbi évek tapasztalatait valamilyen szinten fel fogom tudni használni, és örülök annak, hogy nagyobb lehetőséget kaphatok itt a B csoportban, mint korábban, és igazából majd a szezon közben fog ez kiderülni, hogy mikkel tudok hozzájárulni a csapat sikeréhez, de remélem, hogy minél több mindennel a tudásomat fogom tudni itt kamatoztatni, és előrelépésre is lesz lehetőségem. A szintén 23 éves Cura Attila az előző szezonban közel 15 pontos mérkőzésenkénti átlaggal segítette csapatát. Az 1-es-2-es poszton bevethető játékos újabb két évre kötelezte el magát a kékcápák mellett. Ez a döntés számomra nagyon egyszerű volt, hisz jól éreztem magam mindig Nyíregyházán. Itt születtem, itt nevelkedtem, itt kezdtem el kosárlabdázni. A tanulás is ide köt, család, úgyhogy igazából egyszerű döntés volt ezek miatt. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint nagy előnyt jelentett a következő szezonban az, hogy alig változott a játékos keret. Ez lehet a jövőben a legnagyobb erősségünk, hogy nagyon összetartó a gárda, tényleg csapattársaként és barátokként sportolunk együtt. Úgy gondolom, hogy tényleg ritka ez, hogy ennyire együtt marad a meghatározó mag, illetve az emberek. Nagyon örülök ennek, hogy együtt leszünk, hiszen nagyon jó emberekkel kosárlabdáztam együtt, és nagyon, nagyon szeretem a csapattársaimat, illetve úgy gondolom, hogy a belépő embert Zoli is, és teljesen beleillik ebbe a képbe, és őt is nagy szeretettel ugye vártuk, és nagyon örülünk, hogy jön, hiszen barátunként tért haza. A Nyíregyháza Blue Sharks július 15-én és 16-án edző továbbképzőt tart, majd azt követően a csapat fiataljai elkezdik a fakultatív munkát. A tényleges felkészülés július 31-én kezdődik. Egy légiós még szerződtetnek a cápák, a 2-es-3-as poszton bevethető kosarast később választja ki a szakmai stáb.